játék lényege tehát, már itt is vagyunk, hazudja tudsz. Öt kérdést fogunk föltenni egymásnak, és a végén lesz majd egy szuper kérdés, és amennyiben lebuksz, vagy én azt gondolom, hogy hazudsz, akkor kapsz egy pohár vizet a fejedre. Ilyen én egyszerű. Jó, de akkor te is. Tehát gondolom, itt azért van előttem is öt darab, tehát nem, én is kérdezhetek. Nem. Nagyon fontos, hogy az előtted levő pohárvizek azért vannak, ha megszomjaznál közben. Nagyon fontos. Sima víz, jó? Jó. Készen állsz? Hát akkor én is. Én kérdezek először? Nem, te. Én kérdezek először, jó? Bemelegítő kérdéssel menjünk. Az mi? Az azt jelenti, hogy akkor nincs víz? De, hogy nem víz van, csak olyat fog kérdezni, mert biztosan hazudni fogsz. Jó? Na jó. Oké. Tehát, Tilla. Jó vagy az ágyban? Inkább a víz, igen. Hajolj közelebb. Olyan is lehet, hogy te ezt elhiszed. Nem, ezt én nem hiszem. Azt mondod, hogy ezt elhiszem neki. Elhiszed? Ott bólogattak. Elhiszed? Hívjuk fel a feleséget. Jó, figyelj, nem öntelek le, ebből is láthatod, hogy én egy jó ember vagyok. Én elhiszem, hogy te jó vagy az ágyban, bár erősen szkeptikus vagyok. Na, akkor most én jövök. Most te jössz. Tibi, te jó vagy az ágyban? Embertelen jó. Az a baj, hogy bár hazudhatnék neked, de írtó, tehát olyan vagyok, érted, mint amikor Godzilla elszabadult. Tehát ez csak bemelegítő kérdés volt. Az igazi kérdésem mehet a következő. Tibi, te rossz vagy az ágyban? Az a baj, hogy beugratós a kérdés. Tibi, te rossz vagy az ágyban? Inkább azt mondanám, hogy ínyed. Micsoda? Kikerültem a kérdést? Hát nem, de azt aztán meg pláne nem hiszem el. Mert? Hát ezt ne én döntsem el. Nem hiszem el. Tessék. Jaj, mennem kell, mondtam gyerekek, hogy nem érek rá még. Tilla. Itt van már taxi, el kell mennem. Majd ezt lejátszod még, mindegy. Tilla. És találkozunk, hívjál fel, hogyha bármi van. Tilla. Szexeltél-e már a TV2-ben? Nem. Soha. Hajolj közelebb, drága barátom. Ez ilyen lehet, ez egy munkahely. Én itt dolgozni szoktam, hogy komoly munkafűk. Hajolj közelebb, drága barátom. Méltósággal viseld. Nézd rám, nem nyugodtan, ne félj. Én vigyázni fogok rá, gyengéd leszek. Ez miért olyan hihetetlen? Gyerünk, belőle van sér. Az igaz, hogy gyerekkorodban, amikor meglátott anyád, be akart rakni az árvaházba, de nem volt hely? Nem! Mert a kezemben volt! Az igaz, hogy 18 évesen akkor csókoltál meg valakit először, amikor megsajnált? Dehogy is, én 15 éves koromban már sárom! Jó, most komolyodjunk föl! Kérdezzél Frankot! Frankot kérdezzél! Ugye nem igaz, hogy te 30 évesen vesztetted el a szüzességedet? Milyen szempontból? Szexuális szempontból. De nem, tehát hogy nagyon fontos, pontos ez a kérdés, mert ez így pongyolan. Hogy volt ott nő? Ja, nem, én már nem is akarok önteni, ez így jó az egész. Ez már a freudi elszólás volt, hogy ez az egész így. Jó. Szóval, akkor... Megyek, most én jövök, most mi, elbuktad, ha hülyét kérdez, akkor nem öntesz. Mert akkor nem öntesz. De miért, te döntöd el? Hát akkor mindig azt fogom mondani, hogy hülyét kérdeztél. Akkor is te öntelked el ezt. Na, figyelj! Többet keresel-e, mint 2 millió havonta? Mivel? Drachmában van meg, mivel? Miben? A hülyeségben. Attól függ. Hányféle munkával és mivel? Ne, nekem ne terelj. Többet keresel-e, mint 2 millió forint havonta. Melyik hónapban? Igen. Nem érted. Te mondtad, hogy ezért. Igen vagy nem? Nagy átlagban? Na. Nem.
Nem. Tudtam, hogy ezzel meg fog akadni. Nem, ugye, egy műsor, kettő, meg a haknik. Hajolj közelebb, drága barátom. Tudtam ez. Na már csak kettő van, létre neked három, gyere, pörögjél föl, nyomjad! Passzus kulcs. Na? Többet keresel, mint 150 ezer forint egy hónapban? Inkább öntsél. Akkor pláne az összes szegény nevében! Let's go.